A Fidesz szerint nem egyedülálló a világon az előzetes választási regisztráció, a szakemberek szerint viszont így ilyen formában, ahogy nálunk tervezik, sehol a világon nem létezik. A választási feliratkozás a világ sok országában gyakorlat volt, azonban az általános választójog ezt a rendszer idejét múltá tette. A sokat emlegetett Egyesült Államokban, ahol mind a mai napig létezik a választási regisztráció, más a helyzet. A tengeren túlon nincs országos népesség nyilvántartás, így a választói névjegyzék összeállításához szükséges a feliratkozás. Mint választási kérdésekben mindig, Tóth Zoltán a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ahol ilyen van, azon túl, mert ezt már tudjuk, hogy ott van ilyen előzetes regisztráció, ahol nincs népesség nyilvántartás, de van még bármiféle más értelme? Én nem így fogalmaznám meg, hogy ahol nincs népesség nyilvántartás, hanem a angol száz hagyományokkal rendelkező országokban ott van választási regisztráció. Az Egyesült Államokban mondjuk konkrétan 50 féle választójogosulti regisztráció van, mert államonként más és más. Én ezt értem, de azon túl, hogy nincs népesség nyilvántartás, hogy nincsen személyigazolvány, ezért aztán lakóhely szerint mindenki regisztrálja magát, és akkor majd jön a választásokra. Igen. Tehát, hogy van bármiféle olyan hatása, vagy politikai haszna, valamelyik politikai párt valahol a világon akarta ezt már nagyon bevezetni, vagy megszüntetni politikai haszonszerzés céljából? A modern államok között ilyen nincsen. Az Egyesült Államokban, hogyha ezt jogtörténetileg nézzük, akkor volt politikai haszna adott a fehérbőrű lakosságnak, hiszen ezzel tartották távol a polgárháborút követően, mint egy jó 50 évig a színesbőrű lakosságot a választásoktól. Tehát kifejezetten politikai célú diszkriminációtra használták a választási regisztrációt. Azonban a modern amerikai állam, ugye 1920 után megváltozott, és gyakorlatilag nincs ilyen politikai tartalma. Az úgynevezett Motor Votes nevezetű törvénnyel bevezették, hogy aki jogosítványt akar, már pedig az Egyesült Államokban ez mindenkinek van, ez egyben a jogosítvány megszerzése a választójogosultak névjegyzékébe való bekerülést is jelenti. Tehát De van feliratkozás, tehát nem elég a jogosítvány Amerikában. Mint az előbb említettem, igen. Ha kérem, hogy nekem legyen jogosítványom, akkor ott a aláírásnál van egy csillag, igen. Hogyha ezt aláírja, egyben kérte a választójogosultak névjegyzékében való felvét. Tehát ezt kérdezem, utána a választás évében nincs külön újabb feliratkozás, csak a jogosítványom. Nincs. A többi országban, tehát az angol száz hagyományokkal rendelkező országokban pedig kimondottan hát statisztikai haszna van, vagy ebből a célból vezették be? Tehát ott mi a története? Nem, hanem ott egy hagyomány, ezt az angol száz államfilozófiának tekinthetjük, hogy ugye természetjogi alapon áll az állam felépítése, hogy az ember ő általa birtokolt természetes jogok egy részét átruházza az államra. Ilyen tehát az az ember, aki azt akarja, hogy ő maga részt vegyen az állam szerveinek a megválasztásába, akkor ennek a jogának egy részét átruházza az államra, hogy vegyék őt névjegyzékbe, és elmehessen szavazni. Tehát átruházom a jogomat, hogy jogot adjanak nekem. Így van, pontosan. Van, ahol kötelező a szavazás, azt Belgium, Olaszország. És mi van akkor, hogyha valaki nem? Tehát egy bírság jár, és tényleg meg is bírságolják az embereket? Igen, nem egy drága bírság, inkább ennek a társadalmi pressziója, ami a fontos. Az egyrészt, ugye, hogy hirdetik, hogy tessék menni szavazni, mert ez minden adófizető polgár erkölcsi kötelessége. A másik, hogy kiteszik a szégyen táblára az önkormányzaton, hogy na, ezek nem voltak választani. És ott mennek a kedves olasz honpolgárok is, igen. Nézegetik, hogy Giorgio, nem tudom, kis, nem volt szavazni. Tehát, hogy tényleg komolyan is veszik ezt a szégyen? Komolyan veszik, mert az emberek 90%-a elmegy és szavaz. Tehát körülbelül 10%-ra tehető az a réteg, aki ott sem megy el szavazni, hiába kötelező. Na, és akkor nézzük, hogy mi lesz nálunk, ha lesz, már pedig a szerintem azon, hogy lesz vagy nem lesz, olyan túl sokat nem kell vitatkozni. Ha már a miniszterelnök mondta, akkor általában így is szokott lenni. Nálunk mi értelme van?
Én semmi értelmét nem látom, tudnélik az államhivatalból egyébként is előállítja a választójogosultak névjegyzékét, az egyébként is készülő népesség nyilvántartásból. A népesség nyilvántartásba az ember úgy kerül be, hogy megszületik a gyermeke, és ő bejelenti a gyermekét a önkormányzat polgármesteri hivatalába, ez a keletkezés. Miután valaki elhuny, ugye, akkor szintén bejelentik, hogy elhalálozott, és utána még 50 évig úgynevezett passzív állományban, a népesség nyilvántartásban szerepelnek az adatai. Azonban a lényeg, hogy kizárólag más törvényekben megjelölt célból lehet igénybe venni ezt a népesség nyilvántartást. Tehát nem olyan a magyar népesség nyilvántartás, mint ahogy néhány mai minisztérium gondolja, hogy odarontunk a hivatalba, elkérjük a 8 millió ember jegyzékét, és akkor levelezünk velük úgy, hogy egyébként még a személyes adatai is ott vannak. Ennek ma törvényes rendje van, legfeljebb a kormány ezeket nem tartja be. Tehát hogy megteremti hozzá a törvényt, hogy milyen utóbb, cél. Utóbb, hát igen, igen. Hát a néhány év törvénysértés belefér. Milyen visszaható jelleggel, hogy bizony törvényes volt igen. Az is, amit na most egy nagyon lényeges dolgot kellene tisztázni, igen? Hogy mit regisztrálnak. Mert ma erről senki nem beszél. Mindenki azt hiszi, hogy az Egyesült Államokban is fölírják, hogy hol lakik, vagy hogy hívják, vagy valami. És mit? Nem. Ott például be kell jelentkezni valamelyik párt mentén a névjegyzékbe. Tehát vagy a republikánus, vagy a demokrata párt tehát mentén, már függetlenként is be lehet egyébként regisztrálni. Tehát ez gyakorlatilag már egy monitoring, tehát így már kapnak van. Egy képet arról, hogy így melyik van. Tábornak mekkora ez a tábora. Így van. Na most akkor mi tudjuk, hogy mit fognak regisztrálni? Nem. Azt nem tudjuk, viszont gondolom, majd a Kubatov listának ez egy nagyon jó ütköztetése lesz, mert lehet, nem tudjuk, de lehet, hogy megkérdezik, hogy és melyik pártot tetszik majd támogatni. Hát ne. Hát de miért? Hát most csökkentik a választójogosultak számát 8 millióról 4 millióra. Akkor miért nem lehet megkérdezni, hogy ön melyik pártot támogatja? Hát szerintem már így is mindenki fogja tudni, hogyha lecsökkentik 4 millióra, abból 1 millió 200 ezer a Fideszé. Tehát, hogy olyan túl nagy tévedések nincsenek benne a magyar. Jó, de ez a magyar történelmi rend, a demokrácia intézményrendszernek a gyökeres fölforgatása, fölfordítása, vagy mondjuk azt, hogy sárba tiprása. Tehát mindent lehet. A parlament egy diktatúrákban, mert ma az van nálunk, mindent lehetséges megtenni. A parlamenti megtenni. Diktatúra van Magyarországon. Így van, parlamenti diktatúra. Ami miben nyilvánul meg? A törvényalkotás egy párthoz való kötésében, ennek a végrehajtási egyoldalúságában, ebben nyilvánul ez meg. De gyakorlatilag azt elmondta, hogy semmi nem indokolja, hiszen népességnyilvántartásunk van, akkor amiről eddig... Kvázi kétfordulósá teszi az egyfordulós választási rendszert. Amit most tettünk egyfordulósá, igen. Tehát amit eddig politikusok mondtak, akkor azt elemzőként is kihúzhatom önből, hogy gyakorlatilag nem tudunk más magyarázatot erre, mint hogy itt valamiféle politikai haszonszerzés, ha más nem, akkor politikai világosan látás lehet a cél, már jó előre a választások előtt, jó előre pár hónappal a választások így előtt. Így van, pontosan ennek ez a célja, tehát, hogy megkönnyíteni a Fidesz ismételt való kormányra kerülését, hogy egy harmadik ciklust is elkezdhessenek. Ehhez egyébként különböző nemzetközi fórumok mit fognak szólni, hogy ez belügy, szuvenír jogunk? Az Európai Unió alapszerződése szerint a nemzeti parlamenti választások a nemzeti hatáskörben tartoznak. Mindössze néhány alapelv van meghatározva, amit ekkor is be kell tartani. Ilyen például a választójog általánossága, egyenlőségének az elve, a szavazás közvetlensége és titkossága. Nálunk ez épp az általánosság elvének a sérelmét jelenti, hiszen az általánosság az azt jelenti, hogy a felnőttkorú lakosság, ha nincs bírósági kizáró ok, legalább a kétharmadának választói joggal kell, hogy rendelkezzen. Hát nálunk ez most éppen a 8 millió, ami eddig megfelelt, lemegy 4 millióra, és az már nincs kétharmad. Hát nincs kétharmad, de hogyha abból indulunk ki, hogy helyesen szuverén joga minden államnak, hogy saját maga döntsön a választási rendszeréről, akkor
akkor ebben nem fog, tehát nincs erre orvoslás, tehát hogy sehova nem fordulhatnak majd mondjuk az ellenzéki pártok, tehát hogy nem zárt itt ki senki senkit. Igen, tehát, ez aki valóban. Akar, feliratkozik, aki nem akar, hát hozzá meg mi csináljuk? Hát ha nagyon szűkebbűen és pragmatikusan nézzük a dolgot, akkor jogilag ez egy helyes álláspont. Na de a világ azért, legalábbis a demokrácia világa áll nagyon komoly elvekből. És az egyik ilyen alapelv, hogy az alkotmányba foglalt jogok egyben nem jelentenek kötelezettséget. Tehát azért, mert valakinek van választójoga, amit az alkotmány ad, ebből nem következik, hogy el kell mennie szavazni, vagy feltétlen gyakorolnia kell ezt a jogát. Vannak egyes országok, akik bizonyos részkérdésekben ezen túllépnek. Lásd, Belgium, Olaszország. Na de nem csak a egyes részeket kell nézni, hanem az egész folyamatokat, és ha ezt az egész folyamatot nézzük, akkor ez a lépés nem a magyar demokrácia megerősítése, vagy a jogállam gyakorlása irányába tett lépés, hanem kifejezetten antidemokratikus és a kormány önérdekét szolgáló választási virbli. Virbli? Virbli. Virbli. Hát azért én kíváncsi vagyok, hogy melyik párt kihez fordul majd, és milyen eredményességgel. Köszönöm szépen, hogy itt volt.